Üstökben főtt a paprikás krumpli a közelmúltban, a Szent Erzsébet kápolna udvarán. Ide várták a kiskálói város részben élőket, a Szóljatok a szomszédoknak címet viselő közösségi rendezvényre. A program a Szociális Város Rehabilitációs Projekt egyik elemeként valósult meg, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a város részben élőket olyan módon tájékoztassák a környéket érintő fejlesztésekről, hogy közben egy jó hangulatú délután tölthessenek el együtt. Az érdeklődőket közös főzéssel összekötve vendégelték meg, és a projektről való tájékoztatás mellett a közösség építésére, a kellemesen eltöltött időre és a kikapcsolódás lehetőségének megteremtésére helyezték a hangsúlyt. Lakótömbönként jelenleg a Bátori és Becsere utca vonatkozásában tartunk ilyen lakossági, szomszédsági kis főzést. Egy kis beszélgetéssel, jó étellel, próbálunk beszélgetni az emberekkel arról, hogy milyen fejlesztések fognak a jövőben történni ezen a városrészen. Tehát Kiskáló ugye egy picit le van maradva Nagykáló egészéhez képest, mint infrastruktúrálisan, mint szociális szempontból, és ezen szeretnénk elmozdulást elérni, a fejlődést megindítani. Volt már korábban is ilyen program, és terveztek a jövőben is? Július elején a Rákóczi, a Ságvári utca, illetve a Magyi út részére a játszótéren volt egy hasonló rendezvény, ami szintén nagyon jól sikerült, körülbelül 80-an vettek rajta részt, és más település részeken a Kiskáló vonatkozásában szintén meg fogjuk ezt a rendezvényt tartani. Mint itt élő, mit gondolsz erről a programról? Miért volt szükség arra, hogy ez a program itt, ebben a városrészben megvalósuljon? Az elmúlt hónapokban kérdőivel kerestük meg a lakosságot, és az egyiküknek a mondandójával válaszolnék, végre már történik valami. És talán ez volna a rendezvény mottoja is. A Kiskáló Szociális Célú Városrehabilitációja elnevezésű program idén tavasszal kezdődött el. A projekt számos elemet tartalmaz, például több utcán épültek járdák, felújították a Rákóczi és a Ságvári út kereszteződésében található játszóteret, a közeljövőben pedig útaszfaltozás, a Caritasnak is helyet adó római katolikus imaház felújítása és további járdaépítés is várható. A közösségépítő délutánnal azt a feladatot tűzték ki célul a projektben dolgozók, hogy Kiskáló ne csak a kézzel fogható fejlesztések területén, hanem szociálisan is felzárkózhasson a többi városrészhez. Mi, amikor a fejlődésről beszélünk, nem csak infrastruktúrális fejlődésről beszélünk, hanem a nagykálói lakosoknak a szellemi és a kikapcsolódásra okot adó lehetőségek megteremtése. Tehát fontos lenne az, hogy tudjuk egymás társaságát élvezni, tudjuk egymással találkozni, beszélgetni a problémákról, és hogyha már beszélgetünk, barátként fordulunk egymáshoz, akkor jól is érezzük magunkat, akkor főzünk szabadban, így ahogy most tesszük, úgy, hogy ha eső esik, akkor sincsen gond, mert van sátor, be tudunk alá vonulni. Tehát így hétvége fel, amikor már nem kell holnapra készülni, nem kell menni munkába sok embernek, akkor fontos az, hogy idősek, fiatalok, családok itt leülnek, beszélgetnek. Ugyanaz a program, amit szeretnénk felelősen megvalósítani a városban, hogy közösségek, civil szervezetek, civilek, egyének, baráti körök találják meg önmagukat, találják meg egymást, és többet legyenek együtt. Ebben az önkormányzat megpróbál partner lenni eddig is, és jelenleg is, és a későbbiekben is. Azt gondolom, hogy fontos feladata lesz a Nagykálói önkormányzatnak. A közösségépítő délután jó hangulatban telt Kiskálóban. A résztvevők elmondásuk szerint jól érezték magukat. Többen eleget tettek annak a felhívásnak is, hogy hozzanak kóstolót az általuk szeretett és sütött süteményekből, így a bográcsozás után desszert is várta az érdeklődőket.